Nincsen sok választás. Húcsávókám, hát azért ez nagyon lenn van. Hogy te 2021 májusában azzal foglalkozol, hogy hol voltak az emberek 15 évvel ezelőtt, 2006. május 26-án, hát ez nagyon nem van. Ventilálsz, nyilván valami problémád van. Beakadt ez nálad. De szólnék, hogy te vagy a miniszterelnök. Az országgal van neked dolgod, te nem ellenzéki politikus vagy. Félre visz a puskát. Ellenzéki politikus az természetesen mond ilyeneket a kormányfőről. De szólok, nem én vagyok a kormányfő, te. Na, szóval akkor kérdezzük meg azt, hogy te hol voltál? Mert ez szerintem jobban érdekli az embereket. Te hol voltál? Amikor a lány a mi pénzünkből saját lábára állt. Na, ez izgalmas, mi? Vagy hol voltál akkor, amikor a vejed, a lányod férje egyik leggazdagabb ember lett az országnak? Erre én is kíváncsi lennék, hogy mit csináltál. Vagy amikor apád, ha kell, ha nem, követ szállít mindenhova, dupla annyi, mint bárki más. Gazdag ember lett belőle, ahogy látom. Vagy mondd, hol voltál akkor, akkor tudod, a gyerekkori barátod, ez a gázos csávó. Ez olyan gazdag lett, hogy ha jól hallom, háromszor olyan gazdag, mint Elton John. Zongorát nem tud olyan jól, de gazdag lett. Mert 2021-ben szerintem erre a kérdésre kell válaszolni neked, hogy az emberek tudjanak arra a kérdésre válaszolni, hogy akarják-e, hogy továbbra is te vezesd ezt az országot. Hát ez ilyen elképesztően egyszerű. Szóval talán inkább kormányozni kellene. Nem pedig. Most már 1989 óta velem foglalkozni. Érted? Egyetlen ember van a közösek közül, akit én ismerek. Akit komolyan kell venni, ha az ember tárgyal, mert az próbálja teszi a képességét, az a Gyurcsány nevű ember. Szóval, ha jól értem, 800 millió forintot költöttél el most a közpénzből él rám, hogy megcsináltasd a valaha volt legdrágább kampányfilmet, mondom, közpénzből. Hát ez egészen elképesztő. Ennek a 800 millió forintnak lenne a más helye. Sok ezer ember életét tudnád megkönnyíteni, legalább egy kis időszakra. De ha ennyire érdekellek, tudod mit? Kövesd az oldalamat, lájkolj, kommentelj, hidd el, sokkal olcsóbb lesz. Na, hamarosan jelentkezem, Feri.